December 6-án a meseóvodában jártunk, ahol a gyerekek énekkel várták a télapót. Az óvoda vezetőt, Tótné Szatmári Ágnest kérdeztük arról, mivel készültek a gyerekek számára. Nálunk hagyományosan az András naptól karácsonyig tartó 3 hetes projektünk keretében várjuk a télapót, és mivel azt gondoljuk, hogy minden gyereknek saját maga képzeletében él, és ezt nem szeretnénk lerombolni, ezért évek óta úgy igazából szemtől szemben nem szoktunk télapot hívni. Az óvonénik már hagyományosan minden évben készülnek valamilyen kis darabbal, hol bábelőadással, hol egy kis színdarabbal a gyerekek számára, és ezt most ebben az évben a Mikulásvárás című kis darabbal tették meg, és azt gondolom, hogy nagyon professzionális előadást láthattunk tőlük. Nagyon tartalmas volt az előadás, zenével, énekkel bevonták a gyerekeket is. Mikor és hogyan tudtak erre felkészülni az óvónők? Hát mivel nagyon ügyes óvónénik vannak ebben az óvodában, elég gyorsan össze tudták fogni a darabra való készülést, mint az eszközöknek az előkészítését is, és délutánonként próbáltak. Azt gondolom, hogy körülbelül 2 héttel ezelőtt kezdték el a próbákat, úgy intenzívebben tegnap volt egy jelmezes főpróba, és ennyi, de összeszokott csapat. Hogyan telik az adventi időszak, a várakozás ideje itt az óvodában? András naptól karácsonyig tartó projektünk keretében mi készülődünk, ráhangolódunk az ünnepre. És legfontosabb feladatunk az ünnep várása. A gyerekeket próbáljuk arra felkészíteni, illetve azt átadni nekik, hogy itt az érzelmi része mennyire fontos ennek a várakozásnak. Minden nappal egy kicsit tovább többet díszítünk a csoportszobákon, elkészítjük az ajándékokat, amiket majd hazavisznek a szülőknek, mert mindenki készül meglepetéssel. Természetesen a gyerekek is kapnak meglepetéseket, ezeket a hagyományosan minden csoport a saját hagyományainak megfelelően adventi naptárból kihúzott kis ajándékokat minden nap, ahogy az adventi koszorún a gyertyák meg vannak gyújtva, megkapják. Ezek lehetnek tárgyak, de lehetnek olyan dolgok is, amit a csoport együtt kap. Elmondanak egy mesét, elénekelnek egy dalt, valakinek a kívánságát teljesítik aznap. Ezen kívül munkadélutánokat is szerveznek az óvónénik, ahol mézes kalácsot sütnek. A németes csoportokban hagyományosan preckedli sütés van, ugye ez egy hagyományosan német, jellegzetes német nemzetiségre hajló süteményfajta. Aztán adventi koszorú gyártás folyik. Minden csoportban más és más tevékenységeket végeznek. Láthatunk itt az előtérben egy ajándékgyűjtő ládikót. Ez mi célt szolgál? Ezt most már évek óta felszoktuk ide állítani, és nagyon köszönjük is azoknak, akik tesznek bele minden évben egy-egy összekészített kis csomagot. Ennek az a célja, hogy a karácsonyra készülve ne csak az ajándékokat várjuk, hanem mi magunk is próbáljunk meg adni. Addig, amíg tehet, ha megtehetjük. Márpedig, ha mindenki belegondol, mindenkinek van otthon olyan dolog, aminek más még tud örülni. És ezt azért tettük ide ki, hogy az óvodánkba járó gyerekeknek, akiknek esetleg a szülei rászorulnak, hogy nem tudják ezt megtenni, hogy új ajándékot vegyenek, azoknak egy kicsit színesítsük az ünnepét. Meddig lehet behozni az ajándékokat? Az ajándékokat még jövő héten várjuk, és akkor utána ki fogjuk osztani. A gyerekvédelmi felelősünk fogja őket kiosztani. Nyuszi, Lili, Egyezi, nagy bajuszát, meg földri, répát tetni, rop, 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 nagyot ugri, hop, hop, hop. Na, segítenek nekem? Igen. Nyuszi!
milyen jó a rókának betaszújni a rókajukba. Most, jaj, de is most látom, hogy mi történt veled, mintha kicsit sántítanak. Ne is kérdezz, átugrottam egyik ágról a másikra. Mi történt? Nem kaptam el az ágat, hosszú léptem is, most úgy fáj a lábam. De ha valaki nekem énekel egy dal, sokat segítenek. Ismerek, olyan, hogy kelljön, mit vagy. Mókuska, mókuska, felmászott a fára, keresek, keresek, kitörött a lába. Doktor bácsi, ne gyógyítsa meg, húzzod a mókus, újra fára meg. Új a fejes, fehér hó, jöjjön kedves csillagó. Az óvónénik előadása közben a sok-sok finomsággal megtöltött Mikulás csomagok is a helyükre kerültek, a gyerekek nagy-nagy örömére. A Mese óvoda 40. évfordulójáról szóló összeállításunkat jövő heti adásunkban tekinthetik meg.